Na, megyünk tovább a Start Plusszal, jó témával. Nagyon jó témával. Spilák Klára színésznő az egyik vendégünk. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt! És itt van velünk Skype-on Rosanics Patrik, az SFE hallgatója, vagy volt hallgatója. Klári azt mondta, hogy te végeztél tavaly már tulajdonképpen, majd ezt mindjárt tisztázzuk. És amiért itt vagytok, és gratulálunk, hogy Klári kapta a New York-i The Short Film Awards legjobb női mellékszereplőjeként, vagy ennek a díját te kaptad meg, és Patrik rendezte a filmet. Gratulálunk mind a kettőtöknek természetesen. Na, nem baj, először Patrikot szólítom, meg egy picit mesélj nekünk a filmről, hogy mikor készítetted, hogy neveztél egyáltalán a hátterét. Miről szól, igen. Miről szól. Jó reggelt mindenkinek, köszönöm a meghívást. Az SFE-n készült a diplomafilmem a Kimaradt körök. 2016 és 2019 között jártam oda, televíziós műsorkészítő, szakos hallgató voltam. És ezt a diplomafilmet is 2019 tavaszán készítettük. Azóta pedig novemberben készült a mostani végleges formájában, utána pedig igyekeztünk, ahova tudtuk nevezni. Hát te nevezted a filmet ide? Igen, ezt főleg én csináltam a nevezést. Ilyen szempontból szabad kezet kaptam. Nyilván egyeztettem közben az egyetemmel, hogy mikor, mit és hova, és akkor ennek része volt ez a New York-i fesztivál is. Patrik, annyit mondj még, hogy miről szól a film? Kimaradt körök, ugye? Ez a cím. Kimaradt körök a címe. Egy feszültségekkel teli családi ebédet mutat be egy türelmetlen és ingerült tinédzser fiú szemszögéből. Ő az édesanyjával, akit Klári alakít, sokszor veszekednek az ebéd során, majd pedig a film végére a fiúnak egy látszólag apró, de annál fontosabb döntést kell meghozni arról, hogy hogyan is haladjon tovább ez a szituáció. Ugyan attól, hogy ez rövid film, ez nem tudom hány perces, Patrik, mondjad nekünk, segíts ebben? 11 perces. Ugye Klári pedig ugye megkapta a legjobb női mellékszereplő járó díjat, tehát gratulálunk még egyszer. Milyen volt ez a forgatás? A te életedben egy ilyen rövid film, az kis a szenet? Nem tudom, mert mesélj erről a készülésről. Pont az, miután egy rövid film 11 percben mondja el a történetet, ezért sokkal koncentráltabb az egész munka is, kevesebb az időre, mint egy nagy játékfilmre, tehát nagyon össze kell szedni mindenkinek az energiáját. Nagyon jó volt ebben a dolgozni, és igazán olyan érzés volt, mintha profik között dolgoznék, tehát hogy a stáb, akiknek jelentős része SF hallgató volt akkor még, azok nagyon-nagyon jól dolgoztak, és hát fantasztikus partnereim voltak, mert a nagyszülők szerepében Bálint András. Igen, láttuk az előbb. Pogány Judit szerepelt, szóval, hogy nekem nagyon-nagyon fontos és jó élmény, meg egyébként vizsgafilmben az ember mindig nagyon szívesen vesz részt, mert ezzel segítheti a jövő generációt. És azért is fontos, hogy erről beszélünk, és mindkettőtöket kérdezünk, hogy hogyan képzelnek el a nézők egy ilyen vizsgafilmet, tehát egy egyetemistának a végzős filmét, az hogyan kész, hogy mekkora stáb, van-e ilyenkor, nem tudom én, valamilyen minimális kis pénz, amit tudnak fizetni a szereplőknek. Ja, de milyen lehetőségei vannak egyáltalán? Patrik? Az egyetem, mi az egyetemet tudtuk kérni, hogy ezt egy külön vizsgafilmekre szánt összeggel támogassa. Ahhoz túl kicsi egy ilyen forgatás, hogy a színészeknek szerződést tudjunk írni és úgy fizetni, úgyhogy a színészekkel ez mindig, vagy hát az esetek túlnyomó részében szívességgel alakul, tehát megkérjük őket. Nagyon pozitívum volt számomra, hogy azonnal rábólintottak és jöttek, és nagyon odaadóak voltak. Hány főből állt a stáb, Patrik? A stáb egy külön, körülbelül 8-10 fő volt, ez magába foglalja az operatőrt, a kameraasszisztenst, a hangcsapatot, a díszlet, jelmezfelelőst, egyéb segítőket, rendezőasszisztenseket, sminkest. Úgyhogy tényleg úgy lehetne ezt a legjobban elképzelni, mint egy nagy profi film forgatását, csak a legalapvetőbb
stábtagokkal. Csak egy picit kicsibe. Klári, azt mondtad, hogy szeretsz vizsgafilmekben részt venni, igen. Meg ennek van egy más hangulata. Te rögtön igent mondtál, vagy ilyenkor mit nézel meg egyébként? Megnézed a forgatókönyvet előtte? Megnéztem, igen. Tehát a Patrik átküldte a forgatókönyvet, és azután mondtam igent, de nagy valószínűséggel igent mondtam volna, hiszen én nekem azért is, mert ugye ott is dolgozom az egyetemen, művészeti menedzserként, amúgy is nagyon fontos, hogy segítsem a fiatalokat. De még egy mondat arra, hogy készülnek a vizsgafilmek, ugye azért abból a szempontból más a filmes részleg, tehát van ez a 6x6-os képzésünk, és ők a diplomafilmjeikre jelentős támogatást kapnak a Nemzeti Filmalaptól. Uh-huh. Tehát a most végzett Enyedi Ildikó osztály minden tagja, tehát ugye hatan alkotnak egy stábot kvázi, minden tagja 1 millió forintot kap, tehát ezt a stábtag kapja, és akkor így az azt jelenti, hogy a filmre magára 6 millió forint van, és ebből készül el, ez már egy jelentősebb támogatás, amiből egy ugye filmrendező, filmoperatőr, szakos hallgató megcsinálhatja a diplomamunkáját. Tehát a Patrikék mások, mert ők televíziós műsorkészítők, és ott egy másfajta képzés zajlik. Azt hadd kérdezem tőletek, hát hogy egy rutinos szereplő színésznő vagy. Volt az emberben, vagy akár a te fejedben egy olyan gondolat, hogy ez a film, ez annyira jó, olyan érdekes, függetlenül, hogy 11 perc megvágva, hogy ez akár egy díjat is tudna elhozni. Nem. Eszembe nem jutott volna, főleg, tehát, hogy én kaphatok díjat, szóval igazából ez az életem első filmes díja, úgyhogy elég nagy meglepetés volt. Amikor éjszaka ott ültünk, mert ugye New York idő szerint volt az online díjátadó, és 1 órakor kezdődött, magyar idő szerint hajnal 1-kor, és 3:18-kor kerültünk mi sorra, és a lányom támogatott, mert ő ült mellettem, és figyeltük a Zoomot, és akkor amikor bemondták a film címét, én valahogy nem is esett le nekem, mert a műsorvezető fiú nem tudta kimondani a nevemet, és én még vártam, hogy mondja a nevemet, de ott, amikor utólag visszanéztem, láttam, hogy így elmerült ebbe az egészbe, és a lányom kezdett böködni, hogy kapcsolnád be a Zoomon, ugye meg kellett kapcsolni a kamera hangot, és akkor, hogy elmondtam a kis speech-emet. Kár, hogy nem azt mondta, hogy Carrie Bradshaw. Köszönjük szépen, gratulálunk Patrik. Nektek a díjhoz. Köszönjük, hogy jöttetek.